Április végén 3 napig tartózkodott Magyarországon Ferenc pápa. Milliók nézték a közmédia közvetítéseit a televízióban, azonban az igazán szerencsések személyesen is találkozhattak a Szentatyával. Hajdú Dorogról külön buszokkal jöttek a hívek Budapestre, hogy együtt imádkozzanak a pápával Mária országáért. A görögkatolikus imacsoport egyik tagja úgy fogalmazott, felejthetetlen élmény volt a Szent Mise, amely egy életre elkísér. Imádkoztunk, rózsafűzérrel kezdtük, és persze, természetesen volt benne beszélgetés is, tehát a zarándoklat olyan, mint az élet. Tehát minden van benne, és ez egy nagyon szép zarándoklat volt. És tényleg, mint az élet, eltévedtünk, mentünk pluszba egy kört, mint az életbe. Tehát, hogy nem minden egyszerre sikerül. De csoda volt. Csoda volt az, hogy ott lehettünk együtt imádságban, és hogy, tehát sugárzott a Szentatyából a szeretet. És úgy érzem, hogy egész Magyarország tudta ezt venni, hogy megújuljunk fiataljainkhoz, mindenkihez volt neki egy kedves pár szava. Tehát csoda volt. Ami engem nagyon megfogott az, hogy szívetekből, Budapestről, Magyarország szívéből fog megújulni Európa. Ez mindent elmond. Ezt így lehet átélni, hogy ott együtt, egy emberként, egységben, Krisztussal, Krisztus helytartóval, és hogy ezt megkaptuk kegyelemből, ez szerintem nagy ajándék a egész Magyarországnak, Hajdú Dorognak is különösen, mert tudunk imádkozni lelki megújulásunkért. Ez egy felejthetetlen élmény volt, amely elkísér egész életemben. Nagy öröm számomra, hogy ismét találkozhattam Ferenc pápával. A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson is volt szerencsém részt venni, és akkor igazán nagyon közel kerültünk hozzá fizikálisan. Bár most a Kossuth térre nem jutottunk be, de zarándok társaimmal egy kivetítőn előtt csodáltuk végig a Szent Misét, és az a nagy tömeg, ami körülvett, és a közös imák ereje érezhető volt, és éreztem a Szent Atya közelségét. Az imádság fontossága azt kérte tőlünk magyaroktól, hogy imádkozzunk érte, ő is imádkozik értünk, és a szeretet, hogy szeretettel forduljunk egymáshoz, vegyük észre, ne önző módon éljük az életünket, vegyük észre embertársainkat, tudjunk segíteni egymásnak önzetlenül, mert egy utunk van. Krisztus felé vezető út, Krisztus a jövőnk, ahogy ő is mondta.